Köszöntöm a Zeneshow TV nézőit! Itt vagyunk Londonban, a Craven Cottage stadionnál. Egy óra múlva kezdődik a Fulham Bolton Wanderers mérkőzés. A magyar derbi ugyan elmaradt, hiszen a hazaiaknál Király Gábor a cserepadon foglal helyet, míg a vendégeknél Bogdán Ádám nem kap szerepet sérülés miatt. Nézzük, mit szólnak ez a szurkolók. Ádámos sérült, így Andrew Lonergan véd. Ő sem rossz, de Bogdán szerintem sokkal jobb. Még nem láttam játszani, de szerintem nem király lesz az első számú kapusa a csapatnak. A fiatalok fejlődésében azonban sokat segíthet. Bogdán egy fantasztikus kapus. Hosszú idő után a Bolton legjobb hálóőre. Király a tapasztalatai miatt nem csak pusztán egy játékos, hanem egy edző szerepet betöltő személy a fiatalabb játékosok számára. But I'm sure he can fight and work his way back into the team. Oh, Zoltán, the hero. Gera egy hős. A 2010-es Európa Liga szereplés a masszív gólok és a nagy játékok miatt egyértelműen hiányzik. Na és persze az ünneplése az utánozhatatlan. Lots of important goals in big games. And yeah, we definitely missed Zoltán. We missed the celebration as well. No one else can do the flip. I loved Zoltán Gera. He's an idol. Én imádom Gera Zoltánt. Londonban ő egy bálvány, rajongunk érte. Ha visszatérne, sokat javíthatna a csapatjátékán. Standing innovation in the place. Everybody loves Zoltán Gera. A Fulham maga biztosan 4-0-ra győzött a Bolton ellen a Championship 10. fordulójában. Király Gábor nem védett a hazaiaknál, de kíváncsiak voltunk az ő véleményére is. Ezt tudtam már az elején is, hogy nagyon jó minőségű játékosokból állunk, tehát a Fulham nagyon jó minőségű játékosokból áll, de sajnos eddig eléggé hektikus volt a klub körüli élet, de most hála Isten kicsit lenyugodott, és most eltaláltunk egy jó irányt, és ezt kell tovább vinni. Mennyire nyomasztott az, hogy a padon voltál? Abszolút nem, hiszen egy csapat vagyunk, tehát egész héten készülünk, és ugyanúgy készül mindenki, tehát koncentráltan, meg nincs, itt Angliában nincs különbség, hogy ki van a padon, ki van a lelátón, ki van a pályán, tehát mindenki egyként van kezelve.